Az MTK Budapest U19-es csapata úgy kapott ki 1-0-ra az Ajaxtól az ifjúsági bajnokok ligájában, hogy az utolsó pillanatban büntetőt hibázott. Vendégünk a csapat vezetőedzője, az MTK legendája Kanta József. Szerintem. Mi bosszant most jobban, az Ajax ellen kihagyott büntető is kiesés, vagy a Dunaújváros elleni győztes NB3-as meccsen begyűjtött 2 MTK-s piros lap? Hát, egy érdekes kérdés. Hát az Ajax elleni kihagyott büntető nyilván egy óriási hiányérzet maradt az emberbe, hiszen azért elég közel voltunk ahhoz, hogy egy elég komoly eredményt érjünk el. Az Ajaxot nem kell bemutatni, a utánpótlásban azért világszínvonalú képzés folyik ott. Az, hogy a Dunaújváros ellen volt 2 kiállítás, attól függetlenül megnyertük a mérkőzést, úgyhogy hogyha kell választani, akkor nyilván a kihagyott büntető azért inkább nem is az, hogy bosszant, de egy ilyen hiányérzetet azért ad. Ugye az IFI-BL meccs után meg annyi pozitív visszhang mellett a volt válogatott Rutka János a büntető.com-nak azt írta, nem érti, miért mondtad azt a meccset, hogy az eredménye fontos. Tényleg mondtál ilyet? Hát én nem tudom már, mit mondtam, megmondom őszintén, de miért ne lenne fontos az eredmény? Tehát alapvetően egyetértek azzal a ténnyel, hogy az utánpótlásban azért nem feltétlenül az eredmény számít, ez nyilvánvaló a bajnoki mérkőzések, egy csapat kimegy egy nemzetközi tornára, akkor persze fontos az, hogy fejlődjenek a játékosok, de könyörgöm, ez egy ifi BL kieséses párharc volt. Azt gondolom, hogy igenis fontos az eredmény egy ilyen mérkőzésen. Hogy egy ifi bajnokságban például oké, nem fontos az eredmény, de egy U19-et, hogyha nem nyersz meg, akkor nem játszol ilyen BL mérkőzéseket. Tehát akkor most fontos az eredmény, vagy nem fontos az eredmény. Egyértelmű. Én azt gondolom, hogy a játékosaimnak ezt is meg kell tapasztalniuk, hogy egy ilyenfajta nyomást hogy viseljenek el. Egy ilyenfajta mérkőzésen, ahol egy kieséses, egymérkőzéses párharc van. Igenis, meg kell tapasztalniuk azt, hogy milyen eredménykényszerbe játszani, úgymond. Nyilván az Ajax volt az esélyes ilyen szempontból, nem igazán volt veszíteni valónk, de mi nem úgy én úgy készítettem fel a játékosokat, hogy nem megúszni akarják ezt a meccset, hanem igenis törekedjenek arra, hogy próbáljunk tovább jutni. Ez nekik is jó, hiszen még egy mérkőzést játszhatnának akkor, hogyha sikerül tovább jutni IFI BL-ben, nemzetközi porondon. Miért ne próbáltuk volna meg? És az az igazság, hogy az esélyünk egy ilyen típusú játékkal volt a továbbjutásra. Ugye azt hozta fel, hogy az MTK csak vérekezett és lombolt, úgy, mint az a csapat, amely kijutott a 96-os olimpiára. Hát ezt is így egy régisebb feltépéseként említette, hogy szerinte egy esély sincs arra, hogy olyan tehetségek szülessenek, mint akik az Ajaxból tucat szám kijönnek évente. Te mit gondolsz erről, vagy mennyire tiszta a lelkiismereted? Hát nekem tiszta a lelkiismeretem igazából. Én a csapatot úgy készítettem fel, hogy igyekezzenek tovább jutni. Az, hogy nyilván egy védekező típusú játékkal, nem feltétlenül a sajátom egy ilyen védekező típusú játék, de azt gondolom, hogy ez a mérkőzés nem arról szól csak, hogy mi bunker futballt játszva csak szerencsével ússzuk meg ezt a mérkőzést, hanem igenis azt meg kell nézni, hogy hányszor mentünk kontrával, hányszor sprinteltek a játékosok 50-60 méter. Első percben kapufa volt rögtön. Így van, azért jó pár helyzetünk volt nekünk is, illetve lehetőségünk, amiből helyzetek lehettek volna. Ez a mérkőzés nem arról szólt, hogy az Ajax sorra hagyta ki a helyzeteket, vagy annyira felén kerekedett volna. A gólszerzési lehetőségek körülbelül azonosak voltak. Az egy más kérdés persze, hogy egy ilyen típusú futball, ez nem egy közönség szórakoztató, de én azt gondolom, hogyha a lelátón ülő megfigyelőknek miért ne kerülhetett volna be egy pár MTK játékos is a noteszába, hiszen azt láthatták az MTK játékosokon, hogy nagyon fegyelmezetten játszanak, taktikai utasításokat maximálisan betartják, és igenis a kontratámadásokkal hatékonyan tudnak kijönni védekezésből. Azt gondolom, hogy ez a mai futballban nem csak tehát nem minden nemzetközi porondon se játszik mindenki támadó futballt, rengeteg csapat stabil védekezésből indítja a taktikáját. Mi ezzel tudtunk egy szoros meccset játszani egy nálunk jóval erősebb csapat ellen. Én azt gondolom, hogy a játékosai mindent megtettek azért, hogy akár az ő nevük is bekerüljön bizonyos megfigyelőknek a noteszába. Nyugtass meg, hogy egy U19-es Kanta József annak idején bekerült volna ebbe a csapatba. Tehát annak ellenére, hogy mondjuk kicsit alacsonyabb volt, technikás volt, de mondjuk nem az, aki vérekezni fog úgy, mint a te csapatod. Hogy látod ezt?
Hát az MTK-val azért elég, leginkább azért támadó focit erőltettük, de hazudnék, azt mondanám, hogy nem fordult elő jó párszor az, hogy hasonló erőviszonyok mellett mi egy védekezőbb típusú játékkal voltunk sikeresek, tehát hogy fel kell mérni az, hogy hogy tudod sikerrel megvívni a párharcot. Tehát hogyha arra kényszerülsz, hogy egy nálad gyorsabb, képzettebb csapat ellen kell sikert elérni, akkor nincs más. Hát nézzük csak meg Marokkó példáját, például, hogy Marokkó hogy jutott el világbajnokság elődöntőjéig. Tehát a nemzetközi futballban azért annyira kiegyenlítődtek már úgy nagyjából az erőviszonyok, hogy egy stabil védekezést azért egy gyengébb csapatok is nagyon jól meg tudják szervezni, és azt gondolom, hogy ezt mi is nagyon jól megcsináltuk, és megvoltak azok az embereink, akikkel a kontrákat végig tudtuk vinni. Ugye a másik oldal, a hollandok edzője, aki azt mondta, hogy a csapatod nagyon jól szervezett volt, jó döntéseket hozott a párharcok során, a legtöbbjük nagyon jó teljesítményt nyújtott, és azt is mondta, hogy az MTK futballja sokkal közelebb állt a felnőttekéhez. Ez utóbbi szerinted dicséret, vagy kritika, vagy egyértelműen dicsérete? Nem tudom, hogy mire gondolt, hogy ez dicséretnek szánta, vagy nem. Én dicséretnek fogom fel, őszintén szólva. Dicséretnek fogom fel, mert az Ajaxot azért, tehát mi nagyon jó feltérképeztük az Ajaxot. Megvoltak a BL mérkőzések felvételei, amiket játszottak ugye a csoportjukban. Hát ott azért ötöket, hatokat rúgtak olyan csapatoknak, akik azért kicsit kiebb nyitották a teret, például egy Rangers, most így mondok egy példát, Rangers ellen játszottak ugye BL-be, rúgtak 6 gólt, az Ajax rúgott 6 gólt, de úgy tudták 6 gólt rúgni, hogy a Rangers kinyitotta a pályát, és az Ajax kényére kedvére passzolgatott, és nyugodtan tudta felépíteni a támadásokat, ami én ezt el akartam kerülni. Egyrészt ebben jobbak lettek volna, így viszont ezzel a játékkal az történt a pályán, amit mi akartunk. Másrészt pedig azt gondolom, hogy a keretünket ismerve, a játékosaimat ismerve, ez volt a legkézenfekvőbb taktika, amivel pályára küldhettem őket. Ugye 4 kezdő védőből 3 kiesett, olyan játékosok is kezdőcsapatban voltak, akik U19-es bajnokságban játszanak leginkább, és ott is sokszor cserék. Tehát ilyen típusú játékosokat tudtam nevezni a kezdőcsapatba, de ezen a mérkőzésen bizonyították, hogy ezzel a játékkal nagyon megbízhatóan tudnak játszani, nagyon határozott és jó védekezést tudnak bemutatni. Egy nyitottabb játék mellett ez sokkal jobban kijöttek volna különbségek. Ahhoz mit szóltál, hogy ezt a mérkőzést többen látták, mint mondjuk az MTK-nak a felnőtt mérkőzéseit? Hát azt gondolom, hogy ez a nemzetközi poronnak, meg egyrészt az Ajaxnak is szólt, ezt be kell vallani. Nyilván az Ajax utánpótlása, amit említettem már, azért elég komoly színvonalat képvisel, ugye világszínvonalon is. Biztos, hogy nagyon sokan kíváncsiak voltak arra, hogy egy magyar csapat mit tud csinálni egy ilyen kaliberű csapat ellen. Úgyhogy azt gondolom, meg egy IFI BL mérkőzésnek azért elég komoly rangja van. Úgyhogy nagyjából ennek tudható ez be. Szerintem az MTK is vonzó lehetett azért, mert hogy néztem, a szurkolók pacsisztak a végén a játékosokkal is, és büszkék voltak a csapatra. Hát én őszinte leszek, ennyi gratulációt vesztes meccs után még biztos, hogy nem kaptam, illetve a játékosaim nevében is mondhatom ezt. Nagyon sokan gratuláltak és elismerésüket fejezték ki. Azt gondolom, hogy egy 1-0-ás vereség, bár még vereség, tehát hogy azért abszolút egy csalódásként könyveljük el, azért mégis adott egyfajta sikerélményt a játékosoknak, hogy igenis nagyon közel voltunk ahhoz, hogy egy ilyen elég komoly meglepetést okozzunk egy ilyen jó csapat ellen. A megfigyelők not eszébe bekerült szerinted valaki, vagy van erről bármi információ? Ugye Vancsa Zalán tavaly szerintem így került be. Nincs erről információm, ezt nem hallottam ilyenről, de nem lennék meglepve, hogyha egy pár játékosom neve azért bekerült volna. Most itt gondolok például, hogy a 11-es hibázó Kovács Matyi nagyszerű teljesítmény nyújtott, ő már az első csapat standard játékosa az NB2-be, jó pár gólt rúgott, már jó pár gólpasszt adott, tehát ő a BL-ben a tavalyi szezonban is játszott, és idén is rúgott, vagy 3-4 gólt az eddigi BL selejtezőkön, úgyhogy nem lennék meglepve, hogyha az ő neve azért egy pár helyen azért felmerülne. Hogy érzed, hol tartasz most az edzői utadon? Mondjuk Garami József sokáig volt az edződ, mi az, amit tőle megjegyeztél és átvettél, mi az, amit esetleg mindenképp másképp csinálsz, akár az idő múlása miatt?
Hát nézd, gyakorlatilag másfél éve vagyok edző, tehát hogy iszonyatosan sokat kell még tanulnom ahhoz, hogy eljussak olyan szintre, hogy én azt mondjam, hogy már viszonylag jó edző vagyok, tehát még azért nyilván ez is egy tanulási folyamat, mint ahogy a fiatal játékosaimnak is egy tanulási folyamat az U19, az NB3-as csapatba bekerülni, tanulási folyamat egy BL mérkőzésen szerepelni, az is tanulási folyamat, hogy az első csapattal edzenek, és akkor ott úgy teljesítsenek, hogy később számításba vehetőek legyenek. Ez egy edzőnek is, ez a folyamat, ez benne van. Nekem nagyon jó az utam egyelőre, nagyon élvezem ezt a kihívást, hogy ezekkel a srácokkal dolgozhatom, és nagyon jól tudom, hogy nekem is napról napra fejlődnöm kell. Én pontosan tudom, hogy mikben kell fejlődnem, de ezt inkább megtartom magamnak. Mennyire tragédia szerinted, hogyha egy olyan játékos, mint Kanta József, vagy Illés Béla nem igazol külföldre, és tehát ha egy játékos nem igazol külföldre, hanem Magyarországon tölti az egész pályafutását. Tragédia egyáltalán, vagy egyáltalán semmi gond nincs ezzel szerinted? Hát az én részemről nincsen vele semmi gond. Szép kis pályafutást lehet itthon is megcsinálni. Nyilván nagyon sok olyan játékos, aki tragédiaként élné meg ezt, de hát ahhoz sokat kell tenni nyilván. Egyrészt kicsit buta hangzik, de jókor kell lenni jó helyen, jókor kell jó olyan teljesítmény nyújtani, hogy felkezd az érdeklődést magad iránt, de szerintem semmilyen tragédia nincs benne, ez inkább személyfüggő, hogy ki hogy éli meg ezeket a dolgokat, de én azt gondolom, hogy Magyarországon is egy nagyon szép pályafutást végig lehet vinni. 2008-ban te csak a sérülésed miatt nem tudtál külföldre igazolni, hogy látod? Hát nagyban befolyásolta azért, tehát akkor ugye bajnoki címet ünnepeltünk, és az évjátékosának is választottak, ott közel voltam egy külföldi pályafutáshoz, hát akkor sajnos így egy két évig tartó sérülés hullám következett. Nyilván ezt nehéz volt akkor átélni, de én azt gondolom, hogy egy elég erős, mentálisan nagyon erős srác voltam akkor is, úgyhogy ezt azért vittem magammal. Azt gondolom, hogy így visszatekintve azért szép kis pályafutásom volt így is, nem lehet okom panaszra. Szerinted van olyan dolog, amire nem készít fel a magyar NB1? Vagy mindenre felkészíthet? Hát ezt nehéz így megállapítani. Azt gondolom, hogy az NB1 is azért fejlődik. Ugye vannak már nemzetközi sikerek, ugye van egy Ferencvárosunk, aki azért elég komoly nemzetközi utat jár be jelenleg is, és már évek óta tart ez. A kérdés az, hogy a többi klub hogy tud csatlakozni hozzá, vagy ki, melyik klubok alkalmasak még arra, hogy akár nemzetközi porondon huzamosabb ideig résztvevők legyenek. Hát azt gondolom, hogy azért egyre több minőségi külföldi is van a magyar futballban, és azért a magyar válogatottat nézve is egyre több olyan magyar futballista van, aki nemzetközi porondon is meg tudja állni a helyét. Úgyhogy nem mondom, hogy a top bajnokságokra készít fel az NB1, erről szó sincs, de az biztos, hogy vannak olyan tehetségeink, akik a egyéni céljaikat azért el tudják érni, akár nemzetközi porondon is. Mennyire hiányzik a foci neked olyan szempontból, hogy edzésen azért meg szoktad mutatni, hogy kell büntetőt rúgni, vagy szabad rúgást? Hát néha azért beszállunk egy ilyen gyakorlat erejéig, ugye Kenesei Krisztián a pályaedzőtársam. Ő se egy rossz rúgásról. Úgyhogy finoman fogalmazva, néha beszállunk egy páros gyakorlatba, akkor azért nem nagyon tudnak velünk mit kezdeni. Challenge-et kinyeri mondjuk Kenő is közötted? Ilyen még nem fordult elő, inkább ilyen páros gyakorlatokba szállunk be. Gyanítom, hogy ő nyerné, mert azért ez egy kimagasló futballista volt, és még mindig játszik, úgyhogy ő egy ilyen örök ifjú. Milyen változás hozhat a te munkádban, hogyha feljut az MTK? Nem hinném, hogy óriási változás lenne, hiszen tavaly is már az NB3-as csapatnak az edzője voltam, akkor első osztályú volt a csapat, szóval ugye bízom benne, hogyha az első csapat feljut, ugye a Dávid marad a vezetőedző, nagyon jól tudtunk eddig is dolgozni, ugye elég sok mozgás van, akár a két csapat között is, ugye többször mennek föl az éjjátékosaim is, akár edzésre az első csapathoz, akár az első csapatból visszajátszanak bajnoki mérkőzésre is, szóval ezeket a mozgásokat, ezeket a kommunikációs dolgokat, ezeket a Dáviddal szerintem nagyon jól harmóniában tudjuk végezni.
Úgyhogy nem hinne, ugyanaz lenne a feladatom, hogy a minél több olyan játékost neveljünk ki, akik az első csapat látókörébe bekerülhetnének. A legendás MTK-s tavaszi visszaeséstől nem kell félni, vagy megvan már ennek a megoldása, hogy mi miatt lehetett, és hogy hogyan lehet megakadályozni? Hát én bízom benne, az eddigi eredmények azt mutatják, hogy rendben van a tavasz, tehát elég erős csapat van szerintem, nem hinném, hogy probléma lenne ezzel. Szerintem elég bő a keret, jó a játékos állomány, jó az edzői stáb, úgyhogy semmi okunk azt feltételezni egyelőre, hogy ebből bármi probléma lenne. Jövőre is nekiveselkedtek az IFIBA-nak az U19-esekkel? Ha igen, milyen célokkal nyilván nekiveselkedtek? Hát jelenleg az U19 nem szerepel úgy, hogy ugye bajnoki címért menjen. Hát, hogyha nem sikerül, akkor a következő évben fogunk rámenni arra, hogy megnyeri az U19 a bajnokságot. Szerintem az egész klubnak, mindenkinek egy óriási élmény ez a BL, úgyhogy nagy felhajtás övezi ilyenkor, a játékosok is nagyon élvezik ezt a részét, úgyhogy ez rajtuk, a játékosokon is nagyon erősen múlik, hogy meglegyen a kellő motivációjuk az, hogy megnyerjék a bajnokságot. Hát hasonló edzői karriert kívánok neked, mint amilyen játékos karriered volt, hogy ott is legendának hívhassunk majd. Én nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm szépen én is.